több keresztény felekezet böjtölt és imádkozott januárban 3 héten keresztül együtt. Pécset a pünkösdi gyülekezetben tartották ennek az időszaknak a záró alkalmát. Miről szólt az elmúlt 3 hét? A böjtről, a böjtnek az a lényege, mi úgy látjuk, hogy amikor egy hívő ember az ételtől megvonja magát, és nem eszik, vagy nem iszik bizonyos ideig, akkor ezzel közelebb tud kerülni Istenhez. Imádkozik közben, imádkozunk közben, keresjük azt, hogy Isten mit tud a mi gyülekezetünkkel, vagy a személyes életünkkel kezdeni, újat adni, és a böjt ez segíti, hogy a mi imáink erősebbek lesznek. A böjtben, ebben a 3 hétben az volt a lényege ennek, hogy azért imádkozzunk első héten a személyes családi életekért, a személyes életünkért, problémákért, második héten a városban lévő gyülekezetekért, felekezet nélkül, tehát teljesen mindegy, hogy melyik felekezethez tartozó valaki, mi imádkozunk mindenkiért, és a harmadik héten pedig a városért, az országért, szüksége van ennek az országnak, arra, hogy imádkozunk érte. Ez volt a 3 hét lényege. Ön szerint miért fontos, hogy együtt, egy közösségben az összes gyülekezet együtt élje meg ezt az időszakot? Jézus Krisztus azért imádkozott, mielőtt meghalt volna a kereszten, az előző estén, hogy legyen egység a hívők között. Ez volt az ő kívánsága vagy az akarata. És az igében, a Bibliában több helyen írja azt, hogy az egység, amikor a hívők felekezeti különbségek, vagy nézőpont, vagy teológiai különbségek nélkül össze tudnak jönni imádkozni, akkor Isten azt nagyon megáldja. És ennek a 3 hétnek ez is volt a fontos szerepe, hogy több gyülekezet, több felekezet, több egyház volt együtt ebben a böjtben, és Istennek ez nagyon tetszik, nagyon szereti, hogyha nem a különbségek jönnek elő, hanem az egység, a hasonlóságok. Miért januárban volt ez a böjt időszak? Ez most már pár év óta, hát nem hagyomány, hanem inkább egy kialakult rendszer, hogy az évet így kezdjük el. Az év első hónapjának a 3 hete, a második héttől kezdve bőjtel indul, és tulajdonképpen ez talán egy segítség is a hívőknek, a gyülekezeteknek, hogy az új évben újdonságokkal, amiket Isten szeretne a gyülekezetek életébe, ezzel tudjanak belemenni, egy frissességet ad a szellemi életébe és a hit életébe is a hívőknek, és akkor az egész év így kezdődik. Ma este az elengedésről beszélt, mit is jelent ez? Isten lényének egy nagyon érdekes része az elengedés. Ő elengedi az embert szabadságra, nem kötözi meg az embert. Isten nem úgy gondolkodik, hogy bábokat akar mozgatni, hanem szabadon akarja, hogy a hívek őt imádják és szeressék. Az elengedés része az is Istennél, hogy elengedi a bűnünket, hogyha mi megbánjuk azokat, és kész arra, hogy ezeket elengedje. Elengedi a büntetést, az örök halált. És az elengedés még azért is fontos, pont az egység miatt, hogy egy városban élő gyülekezetek elengedjék egymásnak a hiányosságait, vagy a vélt hiányosságait, a különbségeket. És Istennek ez is nagyon fontos, hogy ezek megtörténjenek. Ön szerint az ön gyülekezetét 2012-ben hogyan erősítette meg ez az időszak? Nagyon, nagyon látjuk a hasznát. Legfőképpen a minden egyes hívőnek a személyes életében látom azt, hogy hasznos volt. Többen beszéltek arról, hogy közelebb kerültek Istenhez. Jobban megértették azt, hogy Isten hogyan gondolkodik az emberről, a szeretetét jobban átélték, illetve felfedeztek magukba olyan hibákat is akár, amit ki kell javítani, és ezt elkezdték. Úgyhogy látom azt, hogy az egyéni életben, és ez a legfontosabb, hogy a személyes életekben változások történjenek, ezek elindultak. Ha nem is mentek végbe, de elindultak. Miért fontos az elmúlt 3 hét? Egy országos szintű böjt és imasorozat az, ami mögöttünk van. Különböző felekezetek, kisegyházak, nagyegyházak résztvételével. Azt gondolom, hogy a közelmúltban történt, akár egyházügyi eseményei a törvények kapcsán sokkal inkább nem szétválasztotta, hanem közelebb hozta a különböző felekezeteket, keresztény felekezeteket, és ennek egy nagyon erőteljes összefogása, amikor nem csak tudunk egymásról, nem csak információink vannak, hanem testileg, lelkileg, szellemileg, de közösséget válunk a másikkal. És amikor ezt az ország különböző pontjaiban végzik, különböző felekezetek, akkor akarva akaraton is, de kialakul egy olyan szellemi, lelki egység, közösség, ami a közösségvállalásról szól. Miért fontos a böjt? Maga a böjt nem egy kényszerítő eszköz Isten felé. Tehát Isten nem azért hallgat meg kéréseket, mert én a böjtömmel lemondtam valamiről, akkor őt kötelezem arra, hogy cselekedjen, hanem sokkal inkább saját magamnak van szüksége a böjtölésre,
Ilyenkor az ember lelkileg, szellemileg, hát azt lehet mondani, hogy megtisztul, nyitottabbá válik Isten felé, amikor megvon magától alapvető szükségeket, táplálkozási szükségeket, akkor sokkal inkább könnyebben oda tud fordulni Istenhez. A zene és az ének hogyan segít abban, hogy Istenhez közelebb juthassunk? Hát a zene az Istennek a találmánya, én úgy látom. Tehát aki tanul zenét, az akárcsak a zenei hangrendszereknek a fölépítéséből, számaiból, de nagyon sok mindent látok én ebből visszaköszönni a Bibliából. Az ember egy hármas lény, van teste, van lelke, van szelleme. A zene képes arra, hogy az érzéseinket, érzelmeinket dallamokba, szavakba, ritmusokba öntsük. Ez lehet éppen egy örömdal, lehet éppen valamilyen fájdalomról szóló ének, lehet ez egy imádat, Isten felé elmondani mindazt, amit érzünk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól van így kitalálva, és nem véletlen, hogy Isten szereti a zenét. Jó néhány bibliai hely beszél arról, hogy Jézus maga együtt énekel a gyülekezettel, ami a saját testvéreivel, a zsidókhoz írt levél így beszél róla. Maga Isten is énekel, Sofóniás könyve avval zárja, hogy amikor ránéz a teremtményeire, akkor azt mondja Istennek az igéje, hogy énekléssel örvendez rajtunk Isten. Tehát nem idegen a zene és az éneklés a keresztény egyháztól. Mit jelentett a pünkösdi gyülekezetnek ez az ima hét sorozat? Azt gondolom, egyrészt még nagyon, nagyon a végén vagyunk, tehát nem tudok konkrét eredményekről beszámolni, de én úgy gondolom, hogy akár a ma esti alkalom, akár a vasárnap délelőtti alkalmunk felrázta az embereket, tehát sok-sok emberben megmozdult valami, növekedni szeretnének, tovább lépni szeretnének, fejlődni szeretnének. Én jó reménységgel vagyok, hogy ennek a hatása ez látszódni fog az életekben.